amikor hülye vagy. Furcsa dolgokat teszel, úgy érzed, hogy kövér vagy, és hogy a segged is túl nagy. És erre hivatkozva két hét is semmit nem eszel. Na meg a szex, előjössz, mint hatásvadász. Hiába én is élvezem, hiába te is élvezed. Szerinted, ha túl gyakran vagyunk együtt, a végén megunjuk egymást. Mit váradsz el tőlem még? Nem tudom miért jönnek elő nálad ezek a témák. A menstruáció miatt van az egész, vagy túl korán jelentkeznek nálad a klimaxos problémák. Mert amikor hülye vagy, furcsa dolgokról kérdezel. Hogy vajon mindent megkapsz-e tőlem, legyél feminista felőlem. De a helyedben örülnék, hogy lyukban a seggemen észel el. Más a te szemszögödből a szórakozás. Gátlásaitól megszabadulva úgy viselkedsz, mint egy hülye kis kurva. Hát tudod, örömet jut melletted a kikapcsolódás. Mit várhatsz el tőlem még? Nem tudom miért jönnek elő nálad ezek a témák. A menstruáció miatt van az egész, vagy túl korán jelentkeznek nálad a klimaxos problémák. Ilyenkor hiányzik belőled az az aranyos gyönyörű nő, akit korábban magamban csak úgy hívtam, hogy a nagy ő. Ki után a papok is csak lestek, macsó csávók térdre estek. De csak én érdekeltem, senki más lehetett bármilyen nagy menő. Jó volna veled lenni, nem baszni, szeretkezni. Tudod, ha normális vagy, minden egészen más. Szedd össze magad, térjél észhez, ne ugorjunk vissza ahhoz a részhez. És ha így lesz, nem kell aggódnunk, hogy lesz-e folytatás.